Legyen üdvözlő a mesterem. Megvan. Jó, mondom, megnézem már. Jó tetted. Viszlátni, régi cimbora. Kanizsa egyik legtapasztaltabb mesteremberénél járunk, aki több mint 60 éve foglalkozik kőművességgel, kőfaragással. Major Józsefet, akit Kanizsán mindenki csak csimaszként ismer, a munkanap kezdetén kerestük fel, s most önök is megláthatják, milyen munka folyik egy neves kőfaragó műhelyben. 1933. április 13-án születtem Kanizsán. Hát eleven gyerek voltam. Ott adtam az iskolát, mert kötődött, tanulni kellett az orosz nyelvet, ez mi rajtunk nem fogott. Kötődöttem a 14 esztendőt, elmentem Szabadkára, apám egy tudta nélkül. Leszerződtem Irasnak, de még odaértem a kérdezőkön, titkázni, hogy mi akarok lenni, nem volt elhatározva, hogy mi leszek, csak Iras leszek. Ez úgy megjutott, hogy a két nagybátyám kőműves, én is az leszek. Így lettem kőműves. 1947. június 14-én szerződtem le, és szabadultam 1949. május 25-én Tito születésnapján délután, szerdai napon 5 órakor. Aztán ezt innen elkerültem, főszabadultam, mert Szabadkán voltam, Inas, 280 voltunk Inasok egy rakáson, egy nagy internátban, szigorúság volt, tisztaság. A munkát reggeltől estélig kellett csinálni nyáron. Télen tanultunk az Inas iskolába, tehát télen iskolába jártunk, nyáron dolgoztunk, építettünk, amit csak kötött. Abban az időben az építkezés ment ugye nagyon. Na onnan elkerültem 1953. március 15-én Szarajevóba. Vagy szarajevói vállalat volt, egy katonai vállalat, Újtrávnikba kezdtünk építeni, legutolsó török kisházat, és saját kezileg bontottam szét. Onnan 53-ban elmentem katonának, eszéken szolgáltam, akkor onnan hazakerültem, visszamegyek, lett a két év, vagyis 25 hónapom, akkor visszamentem megint Szarajevóba dolgozni, és ott dolgoztam 1967-ig egyfolytában. Aztán onnan legutoljára dolgoztam Ulcinba, és csináltam a 128 bányásznak, kanizsaiak voltunk 11-en, síremlékét. Megtudtam már a messze vidéket, feleségem, családom, idehaza, hazajöttem, kiváltottam az ipart. Ugye, mint kőműves, hozzáfogtunk volt, sok munka, nem mondom, szaragudtak is ránk, mert nagybátyámmal kezdtük el, hogy el jó dolgoztunk, még megtanultunk vidéken dolgozni, sok munkánk volt. Akkor dolgoztam, csináltam a nagy templomba az oltárt, kis templomot, az adorványi templomot. Hát legelőször betonoztuk a templom környékét. Utána minden újra, minden templom ajtót újból cserétünk. Tartalatjával meg lett beszélve, és ez mind újból. Aztán később főszorított a Tari atya, hogy keressek egy másik kőfaragó mestert, akivel meg kell csinálni az oltárt. Én hívtam a kollégákat, hogy jöjjenek el templomra, és mind azt mondták, hogy nem akarnak dolgozni a templomba. Kárász Ilona és Vörös József rajzai szerint új oltárt raktam össze nekik ott hátulról. És alulról megvannak lépcsők 5 fokozatba. Ez mostan a régi grácskerítés előtt ott van az áldoztató hely. Hogy aztán alakult a helyzet, hozzá, vagyis egy idősebb bácsi arangozó megkért, hogy Jóskám, csináld meg a sírómat a temetőbe. Nem csinálom, egy Jani bácsi, nem akarok én a temetőbe dolgozni, van nekem jó szakmám, a kövesség, hát ment akkor, nem még ennél Németországban sohasem. Csináld meg. Hát megcsináltam neki egy 3 személyes sírt. Utána jött annak a sógora, sógornője, stb. Hát csinálj, Jóska, csinálj. Hát csináljuk, na, mindenit nekünk. Hát mindegy, nekünk mi mind dolgozunk. Csak a pénz, én a házra. Így voltunk vele, ugye? Most is így van ez. Így, akkor kezdték áttérni rendesen a kőfaragó szakmára, mivel fiam építész technikus. Aztán elmentem nyugdíjba, és hálad Istenek, én van nyugdíjban, még több dolgom lett, mint azelőtt, mert fiamnak kell segíteni. Azt így mit dolgozgatok én délután, meg a kertben vagyok, mert van egy nagy kertem. Itt így volt el az én eddig.
74. évenben vagyok, 5. Hálád Istennek. Sokan megkérdik az utcát, hogy Jóska vagy, minek dolgozik? Hát mondom, azért, mert bírok, meg azért, mert van 4 unokám. Most így vagyok. Tehát mikor megjelenik a műhelyben egy megrendelő, kiválasztom a sít, hogy milyet óvajt csináltatni, akkor lerajzoljuk, és utána megcsináljuk még hozzá a sablonokat, a salut. Az megvan, és a sírok ki miért választ, annak kisebb, nagyobb hosszúság, soha nem tudjuk ki mit választ. Tehát a megrendelőtől függ ez minden. Aztán, amikor megvannak ezek a salongok, akkor itt vannak a segítség, megcsináljuk hozzá a vasalást, műkövet összekeverjük ittent, egy a zecshez, és ki milyen színűt, vannak sötétebb színűt, világosabb színűt, tiszta fehéret, tehát minden a megrendelőtől függ. Akkor, mikor már a műanyag meg van keverve szépen, akkor rákenjük ide a sablon. Az asztal, de az asztal le van szépen naftával kenve, hogy le ne ragadjon a műkő az asztalhoz. Mikor az megvan, akkor rákenjük a műkövet, akkor terítsük a betont, na terjedjön. Ráterítsük a beton szépen, eligazítsuk. Vagy így haladunk még folyamattal. Mikor az meg lesz, itt mindjárt rárakjuk a vasalást. És mindig 2 soros mrezsát használunk. Többivel nem törődünk. De ez a biztos, hogy ne bírjon a sok melegtől, hidegtől kint a temetőbe meghajulni. Ez meg van öntve, egy hétig itt áll. Mindig 7 utolján szoktuk önteni a fedlapokat. Lecsiszoljuk, bespaklizzuk, akkor megint lecsiszoljuk, megint akkor finom kövekkel. És úgyhogy 8-9 lesz mind át kell emelgetni, mire ki kell a temetőbe. Nem szabad lukacsosnak hagyni, mert akkor sok fára megeszi a vasalást, az alsó vasalást. Nem annyira mindjárt. A kőfaragó szakmában is egyre több munkát átvállalnak a gépek, a számítógépes technika. Egy némely régi kőfaragó eljárás azonban még ma sem nélkülözheti a kézi erőt. Ez csak szallagolás. Ez a szallag megmarad itt a szélén. Ebben a szallag vésővel kell lesz, másmire nem lehet, ez elég széles. Aztán közepét majd megmutatom mindjárt, hogy van, amik egész sírt így meg kell csinálni, aki stokkóval szereti. Így, ne, ez a fele is megvan. És átlépünk emelre felére. Ezeket nevezetük ütőkalapácsok. Vannak a közönséges stokkoló kalapácsok, amiknek csak így a fogai van meg. Ez egy olyan stokkoló kalapács, amelynek a fogát, platnikat csak csavarozom, és cserélhetem apró, nagyobb fogú. És aztán csak így veregetni kell vele. Akkor marad ez a ripacsos meg. Így a szét színit le kell venni, és akkor megmarad a ilyen apró dízek rajta. Van, aki az egész sírt így át szereti csináltatni, ritkán. Így néz ki. Majd most megmutatom a... Ezt nevezik a pikkölésnek.
Ez ettől egyszerűbb, csak ehhez megint egy jó érzés kell. Így nem nagyon jó, és ezt a darabot lefektetem. Na, kérem szépen. Van hegyes mind a két vége, vannak olyanok, amik be van fűrészéve, és négy hegye van neki. Én soha nem szerettem, az rezög. No, de én ezt a felét. Ez csak az a különbség benne, hogy ez gorombál mindaz. Kanizsán nem nagyon divat ez. Nagy városokban Szarajevó. Trávnik, új Trávnik, Zenica, Bugojnó, Vitéz, ezekben a városokban én mindenit dolgoztam. Tehát ez így néz ki. Én nem vagyok alvó ember, még vasárnap se fekszek le. Világ életemben mindig. Egyetlen egy, ami olyan szerencsém volt az életemben, munkában. Nehogy jövök-e. Kötényemet. Ez egy olyan csiszológép, hogy én beállítom vízi mértékbe ezt a követ, aztán nekem ezt nem kell nagyon igazgatni, ő megy. Mert vannak az a kisebb kiszológép, ami kint van, azt ott fogni kell és nyomni lefő, hogy menjen. Tehát legelőször is a leggorombább kő. Ez olyan háromszög, hogy csak ide beteszek. Berántottam, kész. Megengedem a vizet, fölemelem. Most majd úgy. És ő, ez ugyan minden kő, ugyan ezt a dolgot csinálja, csak finomabb. 8 fajta van. Indulhatok? Tehát el van-e. Nekem ezt nem kell lefőigazgatni. Ez abban a vízi mérték magasában végig megy. Régen napokig tartott, elhova nézni. Én ma már hozzáfogok reggel, a 2 órára egy komplet sírt lecsiszolok. Régen, abban 60-as években, azelőtt ugye régen a kőfaragóknak nem volt ezek a kis flexgépek, és a legtöbb része kézzel. Tehát ez volna a kézi szerszám, ami rá voltak ilyen botokra kötve, és az ember ez csak dörgégette, még csak a lapockája érzette. Ez így ment napról napra, reggeltől estélig, így cserégették a köveket, a gorombábbat, finomabbat, akkor az ugyanígy megint be lett spaklizva, és megint kezdték el vízzel, és ez volt akkor az akkori
kőforgó mesterségnek a folyamata. Hát akkor el lehet képzelni, hogy milyen haladósak voltak, amikor térgyen állva egész nap a temetőben így neki körülötte dörgőgetni, hogy az ember a lapockáját este felé már nem érezte. Megmondom őszintén, egy jó mesterember, az csak rossz gyerek lehet. Rossz gyerekből van a jó mesterember, ezt higgyék el nekem, amely a legnagyobb csavargokból jönnek a jó munkások elé, nem az utcai cserő. Mert máma még nincs inas, ezt is megmondom. Azért, mert rá vannak kötelezve 12 év ugye tanúiskolára. Na most, aki azt a hosszú iskolát nem bírja, az nem, az ugye nem tanul. De ha megvan az, hogy 8 osztályt tanuljon az a gyerek, menjen a szakmára, mindjárt lennének utánpótlás, annyira lenne, mint az ő. De így, aki még a 12 osztályt lett kijárja, az már mind az irodában akar dolgozni, nem már egy se akar dolgozni. Mint akkor az időben meg se kérdeztek tőlünk, hogy hány osztályunk van, nekem is 7 volt. És lett belőlem könyves mesterember, meg a másikban ács, alkatos. De hát az iskolában mit tanulott az pár óra osztályt? Azt mondja, hogy a munkám meg nincsenek. A pár osztályt nem lehet mesterséget tanulni. No, hát menjünk akkor most ahol én hozzám? Na gyerünk be. Na, itt vagynak a törpe sereg. Az az első ott bent, amit csinálni a lányom, amikor picike volt. Agyagból van ez megcsinálva először mind. Aztán rá beöntem betonba, több részre, és a beton szedem szét, és akkor jönnek a törpék. Azt a csináltam 1982. 4. hó 27-én asztat. Ezt a békákat meg kaptam egy barátomtól egy békát, ezt lemintáztam, ebből megcsináltam úgy lett már 100-at. Jöttek gyerekek meg így erre, akkor adjak egy békát, meg el is adtam békát. Akkor van a remek művem, el a fütyülős gyerek. Ennek is simlie akart lenni, csak eltört. És akkor pofontá vágtam, mondom, komám, akkor neked kalapod lesz. És így lett ennek kalapja. Ez mindenkinek tetszik, csak amikor jönnek ilyen nő személyek, azok meglepődnek. Igen. Látta? Ez a remek mű. A 75. évében járó majormester minden nap dolgozik. Szemcsét kever, műkövet önt, csiszol, irányítja a munkát. Azt mondja, nem tudna otthon üldögélni. A műhelyében a helye. Ameddig bírok, én addig dolgozok. És ha még egyszer lehetne, ugyanakkor ezt a mesterséget választanám.